Tűzoltók segítségére volt szükség a bevásárlóközpontnál, mert az épület lemezborítását megbontotta a szél. De Felsőváros nagy részén tucatnyi kuka is rádőlt az úttestre, és néhol leszakadt faágakkal is lehetett találkozni. Ez pedig már a Fecskepart, ahol szintén tűzoltói beavatkozásra volt szükség egy kidőlt fa miatt. Az erős széllökések miatt egy időben két helyszínen kérték a tűzoltók segítségét délelőtt. A Palotai úton egy épület lemezfedését a szél felszakította, a felhasadt balesetveszélyes részt a tűzoltók eltávolították. Ezzel egy időben pedig a Fecskeparton is beavatkoztak a fehérvári egységek, ahol a játszótérnél egy körülbelül 10 méter hosszú faág hasadt le, balesetveszélyt jelentett és a forgalmat is akadályozta, ezért a tűzoltók a faágat motoros láncfűrésszel feldarabolták és félrerakották. Személysérülés egyik esetnél sem történt. A hungaromet mérései alapján a harmadik legerősebb 82,8 km/órás széllökést Fejérvár megyében Felcsúton mérték csütörtökön délelőtt. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint estére fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, és ezt követően veszélyes időjárási jelenség már nem várható.